Pécs 2021-es pénzügyi évének lezárása is szerepelt a város képviselőtestületi ülésén kedden. A dokumentumból kiderül, egyrészt nagyon jó évet zártak, mondta a városi Fidesz frakció vezetője sajtótájékoztatóján. Egy rekordméretű iparűzési adóbevétel összeg lett. Tulajdonképpen Pécset ilyen mértékű az iparűzési adóbevétel az önkormányzatnak még sosem volt. Tehát még a 2019-es évben, ami a Covid előtti utolsó teljes gazdálkodási év, akkor volt 9,5 milliárd forint. Ezt 21-ben ezt sikerült még 1 milliárddal megfejelni, gyakorlatilag 10,5 milliárd forintnyi összeg folyt be az önkormányzathoz. Ez a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseinek köszönhető egy felől, amit a Covid alatt hozott. Másrészt pedig az előző városvezetés ipari park építési lépéseinek, amikkel befektetőket hoztak Pécsre. A cégek pedig megtelepedve termelésbe kezdtek, ami folyamatosan növelte a város adóbevételét. Ezek a folyamatok most értek be, mondja a politikus. Csizmadia Péter szerint voltak olyan kifizetések, amik negatívan érintik a várost. Tanácsadók hasztalan, tanácsadók halmazát, ha nézzük, vagy egyéb tételeket is. Ugye itt nem akarom ezt most ismételni, nagyon hosszan lehetne, hogy ez hány száz milliójába kerül már a pécsieknek. De összességében még ezt is el tudta bírni a pécsi gazdaság és a pécsi önkormányzat, de az egészen biztos, hogy a 2022-es évben ez többet nem fordulhat elő. Korábban a baloldali városvezetés azt mondta, túloznak a polgári oldalon a tanácsadós kifizetésekkel. Az árszámadás vitáján pedig arról beszéltek, hogy egy takarékos működést hajtottak végre 2021-ben. Ennek eredménye, hogy sikerült finanszírozni a tavalyi évet. A törvény szerint május végéig kell elfogadni a 2021-es pénzügyi év zárszámadását.